Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola vonós zenekara nyitotta meg az intézmény tanévzáró ünnepségét a Csengedénes Kulturális Központban péntek este. A hosszú, pandémiás időszakot követően tudták újból megtartani az eseményt, amelyen zenés és táncos produkciókat is láthatott a közönség. Az évvégi vizsgák alkalmával egyébként eléggé érdekes benyomásokat kaptunk, mert hogy kicsit elszoktak a gyerekek már a színpadi szerepléstől, de én azt gondolom, hogy mindenki nagy örömmel vesz ebben részt, és mindenki nagyon örült annak, hogy véget ért ez a tanév, és hogy így ünnepelhetünk együtt. A színpadi előadások mellett a Kulturális Központ aulájában a tanulók munkáiból képzőművészeti alkotásokat állítottak ki. A tárlaton agyagfigurákon kívül különböző technikákkal készült festményeket és rajzokat is megnézhettek az érdeklődők. Ez egy nagyon vegyes tanév volt, minden év tartogat pozitív és negatív élményeket. Ugye meg kell emlékeznem arra, hogy sajnos egy kollégánkat elveszítettük betegsége folytán. Ő hatalmas űrt hagyott maga után, mind szakmailag, mind emberileg. Ugyanakkor nagyon szép sikereket értek el, növendékeink versenyeken szerepeltek és jól szerepeltek. Meg tudtuk rendezni a hagyományos programjainkat. Október 1-én zenei világnapi hangversenyt tartottunk, márciusban egy Bach koncertet rendeztünk, úgyhogy azt gondolom, hogy visszakerültünk a rendes kerékvágásba. A tanévzáró ünnepségen kettő munkatársuktól is elbúcsúzott az iskola. Barkovics Borbála és Havasréti Pál oktatók nyugdíjba vonultak. Isten értesen benneteket sokáig, nagyon sok örömet okoztatok, kedves szülők, gyerekek, volt tanítványok, lendő tanítványok, akiket ugye átadtam a kollégáknak. Sok örömet hoztatok nekem, és mindig szívesen gondolok rátok, és nagyon-nagyon örülök, hogyha megismertek az utcán, vagy hogyha én ismerek meg benneteket is, akkor visszaköszöntök, visszakacsintotok, vagy ha csak legyintetek, akkor is. Azért lettem zenész, hogy ne kelljen beszélni. De azért köszönöm szépen ennek a közösségnek, a paksiaknak, hogy támogatnak, hogy támogatni fognak ezután is, mert úgy tűnik, hogy lesz azért alkalmam visszajönni, még tanítani a gyerekeket a népzenére. Bár a tanév véget ért, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola folyamatosan várja az új növendékek jelentkezését, akik valamilyen művészeti ágban szeretnék elkezdeni tanulmányaikat.